Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt házas államtitkár úr! A elején természetesen el kell mondani, hogy abban talán egyetértünk, vagy biztosan egyetértünk, hogy a menekült kérdés az egy hatalmas kérdés Magyarország számára is, Európa számára is, nem hiszem, hogy itt bárki ezt megkérdőjelezné. Abban talán már nem, hogy ez kinek kérdés és kinek probléma, nyilvánvalóan Európának, Magyarországnak, egy nyilvánvalóan probléma a menekülőknek, és nyilvánvalóan probléma azoknak az országoknak, akiket ezek az emberek otthagynak. És abban sem biztos, hogy egyetértünk, sőt biztos, hogy nem értünk egyet, hogy politikus annál nagyobb bűnt nem tud elkövetni, mint hogyha embereknek a nyomorát, vagy embereknek a félelmeit, vagy embereknek az indulatait a saját maga hasznára fogja felhasználni. Márpedig ez a törvény erről szól. Én kihasználom ezt a lehetőséget, és annak ellenére, hogy ön nemmel integet a fejével, egy másik példát is mondanék, hogy kik azok, akik ezt a görénységet még el tudják követni. Volt egy ilyen ember, ez a miniszter, nem Magyarországon, hanem Görögországban, Pános Kamenosznak hívták. 2015. március 10-én a The Telegraph tudósítása szerint azt mondta, hogy 10 000 menekültnek fognak adni útlevelet ahhoz, hogy bemehessenek a schengeni rendszerbe, és meg fogják nyitni Törökországnak a határait, abban az esetben, hogyha Európa cserben hagyja őket a pénzügyi válságban, nem segíti meg őket, akkor idézem, elárasztjuk őket menekültekkel, és még rosszabb lesz Berlinnek, hogyha a gazdasági menekültek áradatában néhány dzsihadistát is küldünk, és az iszlám államnak a terroristáit fogjuk küldeni. Azt mondta, hogy ha lecsapnak ránk, már mint a németek, akkor mi is lecsapunk rájuk, és minden migránsnak fogunk adni papírokat, hogy eljuthassanak el schengeni övezetbe, és eljuthassanak a Berlinig. Ez egy görénység. Ugyanezt mondta Nikos Kocsiász külügyminiszter is, gyakorlatilag ugyanezzel a tartalommal. Az, amit önök csinálnak, ez ugyanaz. Embereknek a nyomorát és az embereknek az indulatait, az embereknek a félelmeit arra használják, hogy az önök politikai hasznát ezzel learassák, és azzal arra, hogy elvegyék a figyelmét komoly problémákról. Emberek halálát valóban okozhatja a politika. Okozhatja a politika akkor, hogyha nem teremti meg a biztonságot, de nagyon sok másképpen is okozhatja a politika, és önök ezekkel az alibi törvényekkel, ezekről a mulasztásokról szeretné a figyelmet elterelni. Okozhatja emberek halálát, valószínűleg jóval-jóval több ember halálát, mint amit eddig hála Istennek a terrorizmus okozott, például az, hogy nincsen fertőtlenítőszer a kórházaknak és a rendelőintézeteknek a mosdóiban. Nincsen, nagyon sokban nincsen WC-papír sem. Ezzel kórházi fertőzéseket, kórházban összeszedett fertőzéseket fognak okozni, és ebben ki lehet mutatni, hogy hány ember hal meg, nehéz kimutatni, de ki lehet mutatni, hogy hány ember hal meg. Vannak egyéb már nehezebben, statisztikailag nehezebben kimutatható, nem olyan látványos dolgok, mint amikor egy bomba felrobban, de igenis halálesetek a következményei, annak, hogy például nagyon sok orvos elmegy Magyarországból, ennek is a kormány politikája az oka. Akkor, amikor mondjuk Szekszárdon egyetlen egy orvos van ügyeletben, az pedig egy öreg nyugdíjas belgyógyász doktor, és ő fogja az egész sürgősséget ellátni, abban bizony emberek halhatnak meg, akkor is, hogyha pedig egy tapasztalatlan orvosra bízzák az ügyeletet. Ebben emberek halnak meg, csak nem olyan látványosan, de ugyanúgy a kormányzati munkának a következménye, és ezek az alibi törvények, mint ez is, erre valók. Akkor, hogyha gyakorlatilag nem foglalkozunk azzal, hogy falvak tucatjaiban tulajdonképpen akkora a drog probléma, hogy tulajdonképpen el sem tudjuk képzelni, és falvak tucatjaiban a fiatalságnak és a középkorú embereknek egy jó része a drog mámorában úszik, vagy abban talál csak magának vigasztalást, ezzel nem foglalkoznak, nincs drogpolitika, nem létezik. Addig volt drogpolitika, amíg úgy látták, hogy ezzel talán lehet valamit csinálni, talán ezzel lehet heccelni az embereket, ez az ötlet jutott önöknek az eszébe, hogy majd kell ilyen kötelező drogvizsgálatot csinálni, addig volt róla szó, aztán kijött, hogy ebből nem lehet politikai tőkét kovácsolni, ez nem érdekes. Pedig ebbe is halnak meg emberek. Halnak meg alkoholizmusban, Magyarországon 800 000 ember alkoholbeteg. Nem
foglalkoznak vele, nincsen politika, nincsenek ilyen törvények. Miért nincsenek itt olyan törvények, hogy ezzel mit kezdjünk? Abból is egyetlen egy dolog jutott eszükbe, hogy esetleg alkoholboltokat be kell vinni a dohányboltokba. Semmi másról nem szól. Miért nem erről beszélünk? Nem egy ember hal meg benne, nem 10 ember, emberek százai, ezrei halnak meg ebben a problémával, és ezzel a problémával egyszerűen évek óta önöknek nem volt kedvük dolgozni. Mert az ugye azzal nem lehet jó kampányokat csinálni. Lehetne folytatni. A társadalom biztosítást megszüntették az elmúlt évben szépen csendesen, az országos egészségbiztosítási pénztárt egyszerűen bedarálták, betették az emberi erőforrások minisztériumába, szétszélednek az emberek onnan, bizonyos lábait betették a kormányhivatalokban. Egyetlen egy dolog, amikor megkérdeztem, hogy ez mire való volt, azt mondták, hogy azért, mert így majd új programokat lehet csinálni milliárdokért. Az, hogy még egészségügy egyáltalán van, az egyrészt azoknak az orvosoknak és ápolóknak, akik itthon maradtak, azoknak köszönhető, az ő hősies munkájuknak, másrészt azoknak a szakembereknek, akik az országos egészségbiztosítási pénztárban a szaktudásukat teljesen az országnak adva, nem túl sok pénzért, megpróbálják az egyre-egyre kevesebb pénzből mégis működőképesen tartani az egészségügyet. De önök megszüntetik. Ezzel is emberek halhatnak meg, hogyha ez tovább folytatódik. Lehetne nagyon sok más példát mondani fogok is. Ez mind, igen, mutat a törvényre, amiről beszélek, ez mind a törvényről beszél. A törvény egy alibi törvény, egy fölösleges törvény, csak arra való, hogy önök tematizálják úgymond a közéletet, ne arról beszéljünk, amik fontosak. De akkor hagyj használjam ki ezt az időt, bármennyire is kellemetlen, tudom, hogy kellemetlen. Minden, amit mondok, ez mind a törvényről beszél, mind azt magyarázza, hogy miért kell ez a törvény. Amikor végigjön egy olyan úton, amelyiket nem tisztítottak le rendesen, mert ugye arra nincsen uniós forrás. Az útnak a megépítését az nagyon jó buli, mert azt el lehet 3x-4x áron számolni uniós pénzből, megépítik. De utána, amikor már le kéne tisztítani, arra meg már nincsen uniós forrás. Abban is emberek fognak meghalni. Az is a kormánynak a felelőssége. Nem olyan látványos, mint amikor robban egy bomba. Hála Isten, hogy nem robbant. Egyetlen egy ember halt meg. Ugye az egy rendőr volt, amelyik egy magyar szélsőjobboldali emberen való rajtaütésnél halt meg. Hála Isten, hogy csak itt tartunk, és milyen szörnyű, hogy az egy ember meghalt. De ezen kívül sok-sok ember, ki lehetne ezt számolni, hal meg az önök slendriánsága, az önök nem törődöttsége és az önök politikája miatt. Egészen biztos, mert ismerünk ilyet, hogy a devizahiteleseknél is voltak öngyilkosságok, amelyek összefüggtek azzal, hogy Matolcsi úr nem volt hajlandó lemondani azokról a nyerességekről, amit a devizahitelek átállása számított. Ezekről is elveszi a figyelmet ez a törvény. Mind összefügg ezzel a törvénnyel. 160 forintért is lehetett volna váltani a devizahiteleket, nem tették meg, mert ezen lehetett nyerni. Több 100 milliárd forintot nyert rajta Matolcsi úr, amivel szórakozik, ami bizony nagyon kellemetlen lenne, de a migráns kérdéssel, a menekült kérdéssel el lehet feledni. És akkor, amikor már nincs milyen ötlet, akkor behozok egy ilyen törvényt, ami tulajdonképpen nem szól semmi másról. Lehetne beszélni az oktatásról is. Emberek lehet, hogy nem halnak meg, de tönkre megy az életük akkor, hogyha rossz tankönyvekben és rossz tantervekkel dolgoznak. Több 10 milliárd forintot loptak el, akármennyire is tetszik nevetni, több 10 milliárd forintot loptak el az oktatási reformból, aminek következtében gyerekek szörnyű tankönyvekből, szörnyű tanrendekkel tanulnak, gyakorlatilag nem javult, hanem rosszabbodott a helyzet, és ezzel önök a jövőket veszik el. Lehet, hogy ezek a gyerekek nem halnak ebbe bele, de az biztos, hogy tönkre megy a jövőjük, és tönkre megy az életük önök miatt, és lehet itt szépen ezen nevetni. Ezek a törvények gyakorlatilag erről veszik el a figyelmet. Önök is nagyon jól tudják, hogy már a mai szabályozás sem nagyon különbözik attól, mint amit önök be akarnak vezetni. Önök is nagyon tudják, hogy gyakorlatilag ma is már legnagyobb a napoknak a többségében jóval több menekült van fogságban, mint amennyi a nyílt befogadó állomásokon, és önök is nagyon jól tudják, hogy mind az uniós jog, mind pedig a magyar jog megengedi azt, hogy 6 hónapig zárt helyen tartsák a menekült kérőket. Tulajdonképpen egyetlen egy különbözet lesz az, hogyha ezentúl ezt a 14 éven aluliakkal is meg tudják tenni. Ez a törvény, ez egy görény törvény. Ez a törvény, ez csak arra való, hogy eltegyék a figyelmet a valódi problémákról. Köszönöm szépen.